Egyre többen dolgoznak. Az idei évben is csökkenést mutat a munkanélküliek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hangzott el a közgyűlés mai ülésén. Top 100-as lista. Évek óta változatlan az élmezőny a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságát meghatározó vállalkozások rangsorában. 26 ezeren hiányoznak a rendszerből, továbbra sincs megoldás az egészségügyi szakdolgozók és az ápolók elvándorlásának megakadályozására, hangzott el egy nyíregyházi szakmai napon. Az idei évben is csökkenést mutat a munkanélküliek száma a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hangzott el a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának beszámolójában a közgyűlés mai ülésén. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Idén 38.500 közfoglalkoztatottat alkalmaztak a megyében. A jövőben az egyik legnagyobb feladata a szervezetnek a közfoglalkoztatottak szakképzése, valamint visszairányításuk a munkavilágába. A képviselők elismerték, hogy egy nagyon színvonalas és korrekt beszámolót hallhattak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetőjétől. A testület megállapította, a megyei munkaügyi helyzet javuló képet mutat. A közfoglalkoztatás mellett a foglalkoztatásügy megyei helyzetét is tárgyalta a testület. Ennek a részében, az előterjesztés ezen részében örömmel konstatáltuk, hogy a munkanélküliségi adatok azok nagyon kedvezően változtak, tehát évek óta, de az elmúlt évhez képest is csökkent a munkanélküliek száma, nőtt a foglalkoztatási szint, több mint 50% fölött van immár ez a mutató. A másik nagyon fontos előterjesztési része volt ennek a napirendi pontnak a közfoglalkoztatás helyzete, amely ugyancsak pozitív tendenciát mutat a számokat illetően, illetve az elért eredményeket illetően is ezt állapítottuk meg talán közösen az egész testület. Ugyanakkor viszont nagyon fontos vagy súlyos belső ellentmondásokkal is küzd. Az ülésen elhangzott fontos, hogy a szakképzés ne legyen gátja annak, hogy a közfoglalkoztatottak visszakerüljenek a munkavilágába. Úgy tűnik, hogy egy 5 éve megkezdett egyébként pozitív program, hogy ne segélyből éljenek az emberek, hanem munkából. Ez elkezdett állandósulni, aztán vagy van a közmunkásnak munkája, vagy nincs, de perspektívájában nem vezet vissza a munkavilágába. Tehát, hogy mondjam, az eltelt most már lassan 5 év, amióta ez a program bevezetésre került. Ahhoz képest még most is úgy tűnik, hogy hosszú távon ilyen 50.000 forintos közmunkákba gondolkodunk, ami azért tragikus. Halmi József, az MSZP frakció vezetője elmondta, nem ért egyet a munkaügyi hivatal idén lezajlott átszervezésével. Szerinte nem a kormányhivatal főosztályaként, hanem független szakmai szervezetként kellene működnie a hivatalnak. Mi a megyénk berendezkedés olyan, hogy nagyon sok munkanélküli van, és más lehetőségük nincs. Tehát a polgármesterként azt mondom, hogy igen, kell a közfoglalkoztatás, mert az embereknek adni kell ennivalót a szájukba, idézőjelben ez, amit csak anyagi juttatása lehet, és ez ma a foglalkoztatásba, amit én nem foglalkoztatási politika eszköznek tartom, hanem a szociálisnak a közmunka, de akkora tömeg van már, hogy kezelhetetlen, és én ezt kijelenthetem, mert én minden nap ezzel küzdök, persze mi is csinálunk értékteremtőt, de mindennek megvan a határa. A Jobbik képviselője Fülöp Erik elmondta, egyre nagyobb felelősség hárul a kérdés megoldásában az önkormányzatokra, miközben az országos közúthálózatfejlesztés és a vízügyi igazgatóságok esetében lehetne a közfoglalkoztatotti létszámot bővíteni. 3 alappillérből épül fel a jelenlegi közfoglalkoztatási program. Van egy hagyományos önkormányzati foglalkoztatás, van egy start program jellegű közfoglalkoztatás, és van egy országos közfoglalkoztatási program, amely itt szerencsére a megyékben is jelen van. A leginkább jellemző, hogy az önkormányzati közfoglalkoztatás az, amely a nagyobb tömegeket, nagyobb létszámot felszívja, és mintegy ötöde, hatoda a közfoglalkoztatottak számának az a foglalkoztatási összesség, akik az országos közfoglalkoztatásban vennének részt. A közgyűlésen együttműködési megállapodást írtak alá a nyíregyházi főiskola vezetőségével is. A felek kutatásfejlesztésben és oktatás stratégiai kérdésekben is együtt kívánnak működni a jövőben, valamint egy technológiai transfer központ létrehozását tervezik.
Évek óta változatlan az élmezőny a Szabolcs-Szatmár Bereg megye gazdaságát meghatározó top 100-as körben. Azok a vállalkozások kerülhettek fel a megyei listára, amelyek a tavalyi évben 2,6 milliárd forintot meghaladó árbevételt értek el. A listát vezető cég 247,3 milliárd forintot termelt. A százak közé 11 új belépő csatlakozott, 36 vállalkozás előrébb került, 48 visszalépett a rangsorban, míg 5 megőrizte korábbi pozícióját. Idén is találkoztak egymással a megye meghatározó gazdasági szereplői. A társas vállalkozások 1775,2 milliárd forint nettó árbevételt értek el 2014-ben megyénkben, ami 10%-os növekedést jelent. A top 100 15%-os növekedés mellett 998 milliárd forint nettó bevétellel zárt. A kiemelt adónemek 153,6 milliárd forintos nettó megyei adóösszegéhez a 100 legnagyobb vállalkozás 26,7 milliárd forinttal járult hozzá, ami 2,2 milliárddal több, mint az előző évben. Az ilyen találkozóknak két jelentősége van. Az egyik valahol itt mutatjuk meg egy-egy megye, egy-egy térség gazdasági erejét, hiszen itt összejönnek azok a vállalkozók, akik a megye legnagyobb gazdasági potenciállal rendelkeznek. Fontos ez a kormányzat számára, fontos a kamara számára, fontos az adóhatóság számára, és fontos a, fogalmazunk így, a közszereplők számára is, de lehet, hogy van még egy fontosabb feladata ennek, azaz, hogy a magák a vállalkozók találkozhatnak egymással. Hiszen most megkérdezném itt azokat a vállalkozókat, akik teljesen más iparágokban dolgoznak, hogy egyáltalán van-e lehetőségük máskor, fogalmazunk úgy, hogy kötetlenül beszélgetni, vagy kötetlenül eszmét cserélni, vagy kötetlenül ötletelni, akkor azt lenné a válasz szerintem, hogy nem. Tehát ezért nagyon fontos, hogy itt igen. Ezek a vállalkozások a megye foglalkoztatóinak mindössze 1,2%-át adják, mégis 2014-ben a foglalkoztatottak majdnem egyharmadának biztosítottak munkát. Kétségtelenül ők a térség meghatározó gazdasági szereplői, így a kamara kiemelten igyekszik érvényesíteni az érdekeiket. Nyilván más igénye van egy nagy vállalkozásnak, más egy közepesnek és más egy kicsinek. A nagy cégek esetében a legfontosabb az érdekérvényesítés. Tehát az, hogy keresztül vigyük azt, ami nekik egy optimális gazdasági környezethez kell, hogy olyan legyen a szakképzés, olyan legyen a felnőtt képzés, mint a munkaerőpiac igényli, hogy a felsőoktatás gazdaságközeli legyen, hogy az adott törvényekben megjelenjenek a gazdasági szereplőknek az elvárásai, hogy a bürokrácia csökkenjen, hogy a forint stabil legyen, és így tovább. A rendezvényen átadták az évgazdasági díját is, amelyet idén Szurovcsák András kapott. Ez minden évben azt a vállalkozót illeti, aki példaértékű munkát végez, illetve fel tud mutatni olyan foglalkoztatási értéket, ami sokat jelent a régió számára. Továbbra sincs megoldása az egészségügyi szakdolgozók és az ápolók elvándorlásának megakadályozására. Országos szinten már 26 ezeren hiányoznak a rendszerből, hangzott el a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egészségügyi szakdolgozók tudományos napján. A szakdolgozói kamara szerint a bérrendezés mellett a szakképzést is támogatni kell. A bevezetés előtt álló ösztöndíjrendszer ugyanis segíthet itthon tartani a fiatalokat. 26 ezer ápoló, egészségügyi szakdolgozó hiányzik a rendszerből országosan. Az egészségügyi dolgozók elvándorlására nincs megoldás, továbbra is alacsony a létszám, kevés a fizetés és sok helyen nehéz munkakörülmények között túlterhelten dolgoznak. A szakdolgozók munkájára pedig több területen az alapellátásban és a kórházi gyógyításban is szükség van. A keleti régióban még ha nehezen is, de megoldják az osztályos ápolók létszámgondjait. Éppen, hogy van annyi ápolónk, amivel el tudjuk látni a munkánkat. Nagyon jó lenne sokkal több ápoló közvetlenül a betegágy mellé, de számos egyéb szakdolgozóból is olyan feszesen állunk, hogy csak nagyon nehezen tudjuk a szükséges feladatunkat ellátni. Ilyen például a műtősnő. Ilyen például az anesteziológiai asszisztens. A szakdolgozói kamara az új államtitkárral egyeztet a szakterületről való elvándorlás megakadályozása érdekében. A bérjavítás az egy másik kapcsolatos kérdés ahhoz, hogy a szakdolgozókat megtartsák, de másik probléma még az is, hogy maga a képzés sem ad ki elegendő szakdolgozót, tehát a képzést kell támogatni. Ezt államtitkár is nagyon jól látja, megváltozik a szakképzés, illetve a benne tanulóknak ösztöndíjrendszert fognak bevezetni.
hogy még utána is itt maradjanak a magyar egészségügyben. A 11. alkalommal megrendezett tudományos napon az év folyamán azok a szakdolgozók, akik bármilyen konferencián előadtak az ország bármelyik pontján, előadásaikat helyben is bemutathatták szakmai munkájukat. Így szó esett a sürgőségi ellátásról, a nyíregyházi bőrgyógyászat 100 éves múltjáról, de a dohányzásról való leszokás fontosságáról is. Számos eredményt hozott az egy éve elfogadott felsőoktatási fejlesztési stratégia, amelynek célja, hogy használható tudást szerezzenek a fiatalok, hangzott el a Fidesz nyíregyházi tájékoztatóján. Mindenki Győző országgyűlési képviselő elmondta, csökkent a főiskolák és egyetemek adósságállománya, valamint a duális képzéssel erősödött a gyakorlatorientált oktatás. A politikus hozzátette, a nyíregyházi főiskola pedig az alkalmazott tudományok egyetemévé válhat, amiről jövő héten kedden dönt a parlament, ez tovább emelheti a képzési színvonalat. A tájékoztatón Rétvári Bence parlamenti államtitkár arról beszélt, egyre több gyermek étkezik ingyenesen. Ha összehasonlítjuk az idei számokat a tavalyakkal, akkor azt láthatjuk, hogy még a kisgyermekek esetében, a bölcsében, az oviban 92 000-en kapták meg évekkel ezelőtt naponta többször ingyenesen a 10 óraigőjüket, az uzsonnájukat és az ebédjüket. Idén ez már 318 000. 92 000-ről 318 000-re nőtt, 225 000-re több kisgyermek kap ingyenesen enni. Ennek az jelenti az alapját, hogy a költségvetésben is a fedezete igencsak megnőtt a gyermekétkeztetésnek. 2010-ben ez 29 milliárd forint volt, most a duplája 58 milliárd, és rövőre tovább nő, 71 milliárd forint lesz az, ami szociális gyermekétkeztetésre fordítható. Szintén rekord idén nyáron, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetésben ahány önkormányzat a kormányzathoz fordult segítségért, minden önkormányzat megkapta azt a támogatást, amit kért, ezért rekordmagas összeget, 3 milliárd forintot költöttünk a szociális nyári gyermekétkeztetésre, és kb. 140 000 gyermeknek tudtunk nyáron enni adni. Nem ért egyet a kormánypárt földeladási programjával az MSZP. Attól is tartanak, hogy külföldiek vásárolják meg a földeket, közölte Legén Zsolt, a párt országgyűlési képviselője. A politikus hozzátette, egy új törvénytervezet értelmében ezentúl visszamenőleg is felülvizsgálhatják majd a jelenlegi haszonbérleti szerződéseket, ezzel pedig a hosszú távú bérlők is elveszíthetik a földjüket. Megítélésünk szerint a magyar állam tulajdonában lett volna a legjobb helyen a magyar termőföld. A kormány ezt másképp gondolta, és a Fidesz másképp gondolta. Mi megpróbáltunk minden olyan eszközt, amely a parlamentben és az Alkotmánybíróságnál akár lehetőségünkben volt, vagy módunkban állt, hogy megakadályozzuk ezt a folyamatot. Ez sajnos nem sikerült, elkezdődtek a földárverések. Azt tapasztaljuk, és az ország más részéből is azt tapasztaljuk, hogy sajnos külföldiek tulajdonszerzésére is van mód és lehetőség, és azzal az új jogszabállyal, amelyet a jövő héten tárgyal majd a parlament, azzal pedig az eddigi földhaszonbérleti szerződések felmondására is lehetőséget adnak. Folyamatosan nyomás alatt akarja tartani a kormányt a Jobbik a politikus bűnözés felszámolásával kapcsolatban, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján Novák Előd, a párt országos alelnöke. Az ellenzéki politikus kiemelte, 12 pontos javaslatcsomagot fogalmaztak meg, ebben szerepel többek között a mentelmi jog eltörlése és az országgyűlési képviselők hozzátartozói vagyonnyilatkozatának közzététele. A politikus bűnözés elleni küzdelmet már régóta zászlajára tűzte a Jobbik. Számos olyan programpontunk van, ami még megvalósításra vár. Nem szeretnénk megvárni ezzel a Jobbik kormányra kerülését. Ezért indítottunk aláírásgyűjtést a szavazás.jobbik.hu oldalon is. Várjuk az emberek véleményét. Például a mentelmi jog eltörléséről, vagy arról, hogy a politikusok a mindenkor hatályos büntetési tétel kétszeresét kapják-e meg gazdasági bűncselekmények elkövetése esetén, illetve ezek elévülése is kérdéses, hogy mennyire tartható. Szerintünk meg kellene szüntetni a politikusok által elkövetett gazdasági bűncselekmények elévülését. Szeretnénk a dupla büntetésen túlmenően pedig teljes vagyonelkobzással is sújtani azokat a politikusokat, akik nemzetgazdasági szinten is rendkívül komoly károkat követnek el. Helmeci László, az Összefogás Szabolcs-Szatmár Bereg megye felemelkedésért egyesület elnöke sajtótájékoztatóján hívta fel a figyelmet egy tudomására került interjúra. A videóból elmondása szerint az derül ki, hogy a megyei kórház beruházása kapcsán az onkológiai osztály sugárfertőző falait az elbontást követően visszaépítették az új épület részek alapjaiba. Az a megdöbbentő,
Maga a projektmenedzser mondja azt, hogy hát itt nagyon komoly bontási munkálatokat kellett végezni, ottalló sugárterápiát korábban végezték, kívül is belül is, géppel is, kézzel is bontottak megfelelő védőöltözetekbe, és elhangzik valami olyan félmondat, hogy hát ennek a innen kitermelt hulladéknak egy részét beépítették az alapba, hát mondom, álljon meg a menet, veszélyes hulladékot. Beépítünk a kórház alapjába. Elhangzik az is, hogy az INTS fokozott felügyelete mellett történtek ezek a bontások. Hát sugár szennyezett építőipari terméket, vagy azt ad, amin a beteg fekvő. Tehát ilyen a világon nincsen, hogy nem a megfelelő módon tüntetjük el az emberek közeléből. A sajtótájékoztatón elhangzottakra a kórház közleményben reagált. Ebben az áll, szó szerint idézem, a hatósági előírásoknak megfelelően az illetékes kormányhivatal népegészségügyi főosztály sugáregészségügyi decentrumának szakemberei felügyelték a bontási munkálatokat az elejétől a végéig. A vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak. A szennyvíz tisztítása és a szennyvíz iszap környezetbarát elhelyezése a témája annak a projektnek, amelynek keretében 7 országgal működött együtt a Nyíregyházi Főiskola. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Kiütéses győzelmet aratott a kisvárdai KC a női kézilabda NB1 B10. Fordulójában. Rácz Sándor együttese hazai pályán 38-19-re verte a Debrecen második csapatát. 6. meccsét is megnyerte az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláné együttese a Kecskemétet verte 102-55-re. A szennyvíz tisztítása és a szennyvíz iszap környezetbarát elhelyezése a témája annak a projektnek, amelynek keretében 7 országgal működött együtt a nyíregyházi főiskola. A legfőbb kutatási irány a szennyvíz és az ivóvíz gyógyszer maradványainak eltávolítása volt, amelyben biztató eredmények születtek, hangzott el a projekt nyíregyházi zárórendezvényén. 10-15 éve ismert jelenség, hogy az ivóvíz és a szennyvíz tartalmaz gyógyszermaradványokat. Ez azért jelentős probléma, mert ezek a maradványok kis mennyiségben is hatással lehetnek az élő szervezetekre, ezért ezeket ki kell szűrni a vízkészleteinkből, mondta el televíziónknak Kis Ferenc, a Nyíregyházi Főiskola általános rektorhelyettese. Hozzátette, ezekben a kérdésekben együtt kell működnünk a szomszédos országokkal, mivel hazánk felszíni vizeinek több mint 90%-a külföldről érkezik az országba. Ennek a projektnek az egyik fontos célja az volt, hogy felderíteni azt, hogy például milyen gyógyszermaradványok vannak abban a vízben, amit iszunk, és tudjuk, hogy a gyógyszereknek egész kis koncentrációban is komoly hatása van, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos eredmény. Mondok egy példát, például azokban a vizekben, amit később megiszunk, vagy arra használunk, hogy megiszunk, például fájdalomcsillapító szermaradványok is vannak. És ezeknek az eltávolítása nagyon fontos, és ez egy központi kérdés volt. A projekt záró rendezvényen elhangzott, a kutatás rámutatott arra, hogy a vizekben kimutatható gyógyszermaradványoknak sem a rövid, sem a hosszú távú hatását nem ismerjük. Ezért kiemelten fontos az Európai Unió más országaival való együttműködés a kutatások gyorsabb előre mozdítása érdekében. A szennyvízből nagyon jó el lehet fájdalomcsillapító maradványokat élő mikrobákkal távolítani. Már egy kicsit nehézkesebb ez a szennyvíz a komposztból, tehát ott is vannak biztató eredmények, de nem egyértelműek, ezeket meg fogjuk majd ismételni. A jövő évben a Nyíregyházi Főiskola a 7 nemzet együttműködéséhez keres majd közvetlen brüsszeli támogatást, 2017-ben pedig egy nagyobb Horizont 2020-as pályázaton indulnak majd közösen az együttműködő országok. Kiütéses győzelmet aratott a kisvárdai KC a női kézilabda NB1 B10. Fordulójában. Rácz Sándor együttese hazai pályán 38-19-re verte a Debrecen második csapatát. A várdaiakra még 4 idegenbeli mérkőzés vár az őszi szezonban. A Debrecen második csapatát fogadta a legutóbbi fordulóban a kisvárdai KC és az élvonalbeli kerettel készülő fiatalokat felvonultató vendégek az első fél időben még jól tartották magukat, igaz, már a nagy szünetig is 7 gólos előnyt szerzett a házigazda. A második 30 percben aztán fokozatosan növelte előnyét a KKC, amely végül 19 gólos sikerrel zárta a találkozót. Ránk fért már maga a siker, egyébként nem nagyon szeretem a tartalékcsapatokat, hisz ezek a gyerekek együtt edzenek zömmel a felnőtt kerettel, sikeréhesek, azt várják, hogy mikor kerülhetnek oda
felnőtt csapat kispadjára, és nagyon sok játéktapasztalat van mögöttük. Az, hogy most ez így sikerült, ennek külön örülök, összefogott, azt jelenti, hogy irányított volt a csapatunk, koncentrált, és úgy gondolom, hogy a végéig kitartott, ez azt jelenti, hogy megfelelő kondicionális állapotban is voltunk. A tabella élén az egri Eszterházi Főiskola csapat áll 18 ponttal, megelőzve az egyaránt 16 pontos Kispestet és Hajdunánást. A Kisvárda 13 ponttal az ötödik helyen várja a folytatást. Hatodik meccsét is megnyerte az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláné együttese a Kecskemétet verte 102-55-re. Az NKS vasárnap a Szolnokot fogadja a Szent Imre gimnázium csarnokában. A hazai pálya ellenére nem számított könnyű mérkőzésre a kosársuli, mivel azonban a vendégek foghíjasan érkeztek, a meccs már a feldobás előtt eldőlt. Az első negyed 23-5-ös eredménye tükrözte az erőviszonyokat, és a folytatás is veszőfutás volt a vendégek számára. A nagyszünetben már 35 ponttal vezetett a házigazda, és a különbség a folytatásban csak tovább nőtt. A harmadik és negyedik 10 percben a máskor kevesebb lehetőséghez jutó is pályára léptek, a végén csak az volt a kérdés, hogy meg lesz a bűvös 100 pont. Végül 102-ig jutott a minden mutatóban magasan az ellenfele fölé növő NKS, amely így tovább őrzi hibátlan bajnoki mérlegét. Egész héten arra készültünk, hogy jön a két gerebenlány, akik ugye jól bontanak meg mérkőzéseken, körülbelül 40-50 pontot dobnak ketten, tehát ugye erre figyelni kell. Elkezdődött a bemelegítés, lejött ugye az ellenfél csapata, de az edző már közölte, tehát a két lányos sajnos nem tudott eljönni más elfoglaltságuk miatt. Így innentől kezdve ugye megpróbáltuk úgy bekezdeni ezt a mérkőzést, hogy kellő hatékonysággal, sikerült is, hogy az ellenfél alig-alig tudott pontokat dobni, így volt módunk is lehetőségünk arra, hogy minden játékosunkat kellőképpen játszhassunk. A keleti csoport élén az MTK Budapest álló győzelemmel, megelőzve a 6 sikerszámláló nyíregyházi kosársulit, Farkasinszki Gyuláné együttese vasárnap 17 órai kezdett el, a 9. Szolnokot fogadja a Szent Imre gimnázium csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Az idei évben is csökkenést mutat a munkanélküliek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hangzott el a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának beszámolójában a közgyűlés mai ülésén. Idén 38.500 közfoglalkoztatottat alkalmaztak a megyében, a jövőben az egyik legnagyobb feladata a szervezetnek a közfoglalkoztatottak szakképzése, valamint visszairányításuk a munkavilágába. Évek óta változatlan az élmezőny a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságát meghatározó top 100-as körben. Azok a vállalkozások kerülhettek fel a megyei listára, amelyek a tavalyi évben 2,6 milliárd forintot meghaladó árbevételt értek el. A listát vezető cég 247,3 milliárd forintot termelt. Továbbra sincs megoldás az egészségügyi szakdolgozók és az ápolók elvándorlásának megakadályozására. Országos szinten már 26 ezeren hiányoznak a rendszerből, hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egészségügyi szakdolgozók tudományos napján. A szakdolgozói kamara szerint a bérrendezés mellett a szakképzést is támogatni kell. A Kölcsei Televízió pénteki híradóját látták. Friss hírekkel hétfőn jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel, hóval. Szombat estig a Kárpát-medence időjárását döntően egy mediterrán ciklon alakítja, amely többnyire nedves levegőt szállít fölénk. Sok lesz a felhő, és többfelé kell vegyes halmazállapotú csapadékra számítani. A hőmérséklet az ilyenkor szokásosnál alacsonyabban alakul. Éjjel gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, eső, havas eső, havazás, néhol esetleg ónos eső is előfordulhat. Reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, eső több alkalommal is várható. A nyugati szél időnként megerősödhet, délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban erősen felhős idő lesz a jellemző, több helyen számítani lehet esőre, záporesőre, vasárnap helyenként még havas eső, havazás is előfordul. A jövő hét közepén változóan felhős idő várható, a ködfoltok megszűnését követően hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, csapadéknak kicsi az esélye. Erősödik, majd kissé gyengül a nappali felmelegedés.